Az önkéntesek érkezése mindenképpen pozitív hatással van a lakók életére, sokat jelent számukra, hogy valaki Törökországból, Franciaországból, Németországból vagy Olaszországból elutazik, azért, hogy egy évet ott töltsön, és a hajléktalanokon vagy a rászorulókon segítsen. Sziasztok! Surányi Ákos vagyok, a Menedékház Alapítvány munkatársa, és elmesélem, hogy szerintem miért éri meg önkénteseket fogadni. A Menedékház Alapítványnál mi alapvetően két szegmensben dolgozunk, az egyik a hajléktalanellátás, a másik pedig a gyermekvédelem. Ki tudjuk egészíteni az alaptevékenységet, amit nyilván a kollégák látnak el, de hát azért az állami normatív, amivel az alapítvány működik, azért az nem fedezi azt a fajta szükségletet, amire az ügyfeleknek így hétköznapi szinten szükségük lenne, és ilyen szempontból kicsit ki tudjuk egészíteni az önkéntesek által ezt a munkát. Színesebb, sok oldalú tud lenni a szolgáltatás, amit nyújtunk. A beilleszkedésben nagy segítséget jelentenek a gyerekek, mert a nyelvi akadályok azért a gyermekekkel elég hamar áthidalhatóak. Őket nem zavarja az, hogyha nem értik, amit az önkéntes mond, vagy az önkéntes nem érti, amit ők mondanak, ők ettől függetlenül kézzel, lábbal, activity formájában értésére adják az önkéntesnek, hogy mit szeretnének, és az önkéntesnek is egy önbizalmat tud adni, de későbbiekben akár a gyerekek szüleivel, vagy a hajléktalanellátásban élőkkel már könnyebben tudnak boldogulni, akár a gyerekektől elesett szókészlettel, ami sok esetben megmosolyogtató, de pont ettől lesz az egész ilyen szerethető, meg ilyen természetes. A projektem kedvenc része az az oktatás, a gyermekek számára a délutáni oktatás és a gyerekekkel való utazás. Megismerem a gyermekeket igazán, tehát szülők nélkül, és úgy igazán ki tudják magukat fejezni, el tudják mondani, hogy hogy érzik magukat. Látod, hogy úgy kibontakoznak előtted, látod azt a motivációt, amit neki adsz, hogy szeretné csinálni, csinálja, halad. Igyekeznünk kell odafigyelni az önkénteseknek a lelkére, a mentalitására, mert mégiscsak azért emberekkel dolgoznak, ráadásul nehézsorsú emberekkel. A feldolgozásban nem csak mi igyekszünk segíteni, hanem vannak erre külön kijelölt mentorok. Látni azokat az időseket, akik betegek, és ott vannak egyedül, nem jó érzés. Ha idősebb leszek, vagy például ilyen közegben fogdózni, jó lenne néha azért elmenni, beszélgetni egy idősek otthonába, vagy bármi, hogy ezeknek az időseknek legalább egy ennyi társaságot adni. Később mindenképpen szeretnék valami ilyesmiben azért részt venni. Az önkéntesek érkezése mindenképpen pozitív hatással van a lakók életére, sokat jelent számukra, hogy valaki Törökországból, Franciaországból, Németországból vagy Olaszországból elutazik, azért, hogy egy évet ott töltsön, és a hajléktalanokon vagy a rászorulókon segítsen. Sok esetben a kollégák is tudnak kapni egy új energiát ebből, és lelkesebben tudják talán tovább végezni a munkájukat.